Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 12-én kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Van egy összeköttetés a földünk és a plejádok között. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, és ezen a napon kinyílik egy kapu, és utal a spirituális területre. Ezen az estén, tehát este 11 órakor tartok egy szertartást, e-mailen keresztül jelentkezhetsz, akkor benne vagy ebben a szertartásban. Az energiai egyensúly 4000 forint, a téma pedig az, amit itt ezen a videón majd közlök. Ez a számítás, hogy mikor, melyik napon nyílik egy égi kapu, az lehet a régi kínai naptárból is, vagy a maják naptárából, és pontosan ezzel dolgozom. Elmagyarázom azt, hogy mire kell odafigyelni ezen a napon. A maja naptárról beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, tehát naponta olvashatjátok azt, hogy milyen üzenet van ebből a maja naptárból. A majáknál voltak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. Jelenleg a 14. hullámban vagyunk. E felett a hullám felett, tehát 13 napon keresztül ok uralkodik, itt látható a szimbóluma. Ok lefordítva kutyát jelent. A kutya utalhat természetesen a házi állatokra is, kutyára vagy cicára. A kutya szimbolizálja a hűséget. Tehát a hűség, hogy mi kell, hogy hűségesen ott maradjon mellettetek, ez is lehet egy téma, amit ok még jelent, illetve a kutya, amit szimbolizál a barátok. Vagy ezeket a kapcsolatokat kellene megőrizni, vagy átgondolni azt, hogy kiben bízhattok és kiben nem. Rendezzétek a dolgokat, ami a baráti kört, az ismerősöket illeti. Szeptember 12-e, ez a portál nap, a 8. nap ebben a 14-es rezgésben. A 8-as számot a maják így írták, ez a vonal 5-öt jelent, a pontok pedig 1-et, tehát 3 pont, meg az 5, az pontosan 8, a 8. napban vagyunk. Ez a 8-as szám utal egy kis húzavonára. Felül, meg alul, meg megint felül, megint alul, hogy így, hogy úgy. És az a fontos, hogy meglegyen ezúttal belső nyugalom, a kiegyensúlyozottság. Ebben is segíthet ez a szertartás. Különösen, ami a párkapcsolatot illeti, amikor nem tudod, hogy ő mit akar. Hol így, hol úgy közli a dolgokat. Hogy legyen nyugalom és átlás a dolgokon, és ő is tudja azt, hogy mit akar a jövőben, ebben segíthet ez a szertartás. A maja naptárban minden nap van egy szimbólum, ami uralkodik a nap felett. Szeptember 12-én a kabán uralkodik. Kabán lefordítva a mi földünket, a földünk erejét, ezt a kisugárzást jelképezi. Ez segít a szertartásban, azon kívül a földünk,
A Föld ereje jelenti a reális dolgokat. Ha van egy álom, ha van egy elképzelés, fontos, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És ebben is segít Kaban, illetve ez a szertartás. És itt látható ezen a képen, itt kinyílik egy kapu, és tényleg utal valamire, ami most fontos lehet számunkra. Ez lehet egy kapcsolat, ez lehet egy elképzelés, ezek lehetnek tervek. Van még ugyan húzavona, de ez megnyugszik, és Kabán segít abban, hogy meg tudjuk ezeket a terveket valósítani, és legyen egy tartós párkapcsolat, legyen egy biztos munkahely, és hogy javuljon az anyagi helyzet. És ez volt a felvétel erre az égi kapu nyílására. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!